10 nap, 10 kaland, 10 feladat. A mai nappal kezdetét veszi a megdermedve apa. Az eredmény a következőképpen néz ki. Sziasztok, előkezdünk a Brodapest csatorna következő videójához, kivételesen én ülök középen, úgy csinálok ismét, mint egy blogger, bármint tudjuk, ez tökre öreg vagyok, a videó is erről fog szólni majd. Egyébként, hogyha nem láttátok volna az előző videókat, vagy magát az előző részeket, akkor nézzétek vissza, iratkozzatok fel, nyomjatok lájkot, itt, ott, linkek, leírás, stb. Meg Instagram. Ja, és itt vagyok két gyönyörű hölgyel, Farkas Timivel és Markó Rebekával. Sziasztok! Sziasztok! Hello! Ez így jó volt? És egyébként a változatosság kedvéért a mai játékmesterünk Dezső Bence. Nagy tapsot neki! Szervusz Béla bátyám! Lányok, mi is fog ma velem történni? Timinek volt ez a nagyon kis kedves felvetése, mivel 5 percen belül háromszor öregezte le Bálintot, hogy mi lenne, hogyha a mai videó nem pontra menne, hanem... Hanem babra. Vagy ez nem babra csak megy? Csak tesztelnénk Bálintot, hogy végül is mennyire öreg. Szerintem ezzel a mondattal, hogy babra, már aláírta, hogy mennyire öreg. És a játék lényege igazából annyi lesz, hogy slang szavakat fogunk mondani Bálintnak, amit neki ki kellene találni, hogy mit jelentenek. Lesznek könnyebbek, amit talán még ő is ismerhet, viszont lesznek durvák, mondhatjuk a slang szavakra azt, hogy durvák. Hát fiatalosak, amit hát kis esélyt látunk rá, hogy fog tudni. Úgyhogy reméljük, hogy ti is fogjátok élvezni, és hogyha van ötletetek arra, hogy következőleg milyen szavakat kérdezzünk meg tőle, akkor azt a komment részlegbe írjátok le nekünk, és akkor csinálunk majd még ebből a videót, mert... Gyakorlatilag végtelen a tárház, mert annyi állatságot mondtok, hogy ez valami hihetetlen. És annyira le vagy maradva, hogy ez hihetetlen. Az valójában, hogy egyébként én most akkor végre bevallom, tehát szemigazolvány nincs nálam, de én 31 leszek, tehát Timi és köztem 11 év különbség van, jól mondom? Elnek. 11. Rebecca kortalan, tehát hogy egyszerűen nem változik, tehát nyilván azt mondják, hogy 20 fölött már nem mondjuk a lányok nevét, nem? Nevét? Hát azt szépen mondhatod. Szóval akkor át... 22 vagyok. Na, tehát hogy azért ott pedig egy ilyen 8-9 év különbség van, ami egyébként nem sok, de néha azért, amikor megszólalnak, és mondjuk főleg mondjuk... Ja, egy példát engedjetek meg. Dominikkal múltkor volt egy beszélgetésünk Facebook Messengeren, ahol valamit kértem tőle, és visszanyomott egy TY-t. Hát nem tudom mi volt, aztán megint küldte nekem, és visszaírt egy TY-t. És a mellettem ülőnek is mondtam, hogy te fiam, mi az a cs? Az mi az Isten jelent, ez a cs? És akkor Dominik megint írt, hogy cs. És akkor írtam neki, hogy fiumá tesó, hogy tesa. Vagy valami. Hogy amúgy ez a cs, ez mi a atya úristen? Azt hiszem, hogy oké. Okay. Jelentsen bármit is. Jelentsen bármit is, majd azt mondta, hogy ez a thank you, amire visszanyomtam egy olyat, hogy nöme. Úristen, de rég! Annyit tehát még érzem, csak egyébként. Nem úgy. Hogy ezt a videót elkészíthettük volna hamarabb is, ugyanis a Brodapestes csoporton belül egyszer ez a link, ahonnan mi most szavakat fogunk nagyrészt válogatni, már előkerült egy kukac német Bálint jelöléssel, de nem különösebbképpen foglalkozott vele, úgyhogy nagy szerencsénk van, és most ezt segítségül fogjuk venni, és ellenet fogjuk használni. Timivel fogjuk ketten a szavakat mondani, de a háttérben elég sokan vannak, akik tudnak még nekünk segíteni, hogyha véletlen elakadnánk, úgyhogy Timi! Egyébként Bálint Szivik tipikusan az az ember, aki próbál felzárkózni, és erre a 10 napra próbál egy kicsit visszamenni az időbe, és van egy-két slang vagy mondat, amit így megjegyez, és körülbelül 7 napja azt hallgatom, hogy túrjad a havat, széllel szembe, és társai mindig felül a hullámra, tudjátok, és a felét nem is érti, vagy nem is egyszer látott egy videót, nem is tudja, mi benne a poén, de üvölti, mert a többiek üvöltik, de legbelül tudom, hogy mindig felül a gyerekek gondolkozik, hogy vajon mit jelent. Mindig felülök a hullámra, mert hát, ha bár felül a gája, alul a víznek árja, azért a víz az úr. Azt a mindenit! Baby pörkölt. Kész, elvéreztél. Azt a... Ez mi volt? Ránk robban mindjárt. Az megpukkantott egyet. Várjál, mert ezt én sem tudom mi. Baby pörkölt. Hát baby répából kiindul, akkor biztos van, de baby pörkölt. Hát, hogy ilyen semmi vagy, tehát, hogy így megeszünk reggelire, mert... Meleg. Baby pörkölt, vagy ilyen kis...
Azért, de amúgy mondjatok olyat, gyerek, amit ti is tudtok. Tehát, hogy ezt így, helyezd el egy mondatba akkor így, milyen körülmények között használják. Figyelj, Bence! Te kevés hagy hozzám, te kis bébi pörkölt. A bébi pörkölt fontosan azt jelenti, hogy tejber is. Micsoda? Ezt ne nagyon mondogatta Bence. Én ezt tudtam. Bence, ez is jelent valamit. Na jó. Próbálok a B betűnél maradni, és akkor egy nagyon könnyűt fogok neked adni. BFF. Ja, best friend forever. Oh, oda néz! Micsoda! Kiejtés! Amúgy elmondom, hogy először ezt a BFF-et, azt még a Paris Hiltonos valamilyen contentben láttam, és annyira nem volt értett. Volt egy műsora. Volt egy ilyen műsora? És nem értettem, mi Paris Hilton, igen, Dori Bari kerestetik. Az. Ez volt a Viva TV-n egyébként még. Atya úristen. Következő szabad Bálint, a csórakoporsó. Ezt szoktátok használni, ez ilyen... Ezt így rátszoktuk. Béna? Igen. Köszönöm. Abba, hogy rám mondtál, oké, így akkor így tudom jellemezni. Segítséggel. Okay. Következő legyen egy olyan, hogy epic. Micsoda? Tudom, hogy mit jelent, tehát hogy szoktam én is, tehát hogy ez egy ilyen nagyon... Nagyon epic. Cool. Egyébként igen, tehát hogy valamire én azt szoktam használni, hogy cool, arra ti azt, hogy epic. De ezzel megválaszolhatom? Használod még azt a szót, hogy... Én nagyon sokat használom, beszélek, annyi emotikon. És az, hogy sirály? Azt is elküzdöm. Szerintem az epic az az, hogy ilyen különlegesen, rendhagyóan menő. Elfogadjuk. Felkoppint. Mit csinálsz, hogy te felkoppintasz? Uha. Nem ár. Ez nem a megcsalás? Amikor leírta Timi, én ezzel úgy voltam, hogy mekkora idiótaság, hát ez mindenki. Volt ilyen film is, nem? Vagy felkoppintva, vagy fel... De! Valakit felültettek, fel... megcsaltak, megszivattak. Felkoppintva... Nem áll... Ez ne... Na ez gáz, nem? Felkoppintva. Ezen gondolok. De ez nem az, ha hogy meg... Ha van egy olyan film, akkor nem tudod, hogy... Én nem tudom. Hát de átverve. Kovász van a cipójába? Úristen, nem úgy már ilyen öregesen. Hát bekötött a gipsz. Hát... Teherbe ejted. Igen. Hát ezt mondom, bekötött a gipsz. Na, látjátok, mi ezt így mondtuk régen. Kovász van a cipójába, bekötött a gipsz, bohóc van a nem is tudom miben, tehát hogy... A következő az TikTokon iszonyúan trendi most, úgyhogy valószínűleg nem fogod tudni, de amikor egy videó leírásában odaírják, hogy POV, kettős pont, az mit jelent? Nekem egy másik műfajból ismerős az a kifejezés, de ott se értettem, hogy mi a szart jelent egyébként, mert nem. Kifejteni, mire gondolsz? Inkább ne fejteni. Ne, inkább ezt hagyjuk. Ezt ne. Na, állj szépen, no. Egy tippet várunk. Nem tudom. Esküszöm, nem tudom. Ott se tudtam, hogy mit jelent ez. A POV az azt jelenti például, amikor TikTokon megy egy videó, és odaírják, hogy POV kettős pont, a tanár, amikor feleltet, a POV, hogy leírja a szituációt, hogy éppen mi történik. Érted? Power of... Igen, tehát hogy megmagyarázza, hogy amikor... Érted? Tehát, hogy mondjuk életszituáció azt jelenti. Igen. Élethelyzet kettős pont, amikor elkésel suliból. És egy olyan videó van, amikor késve érkezik valaki. Aha. Remek. Skip, vagy skippel. Hát ez nagyon remek. Ez az a baj, hogy angol. Ez nem slang, ez angol. Angolul meg túl. De hát skippeljük ezt a kérdést inkább, és ezen is választottam. Júj, de fiatalok, soha. Akkor figyelj. Look at this dude. Puncsol. Ez nagyon könnyű. Hát benyol. Hát ismerős még. Persze. A következő, megint egy olyan szó, ami szerintem easy. Habi. Apukát. Mi? Habi. Habi. Hát ez kamu. Nem a Habibi, ahol nem a Habibi. Vízipipázni. Kamu. Eléggé Habi. Habiszti. Habiszti! Hogy a dumád nem na, Habiszti? Mühmeier vagy attól félre. Mit jelent az, hogy herring party? Hát ez még anyám is használja, szóval igen, nagyon miután rendezvény szervező voltam, ezért tudtam, hogy egy négyzetméteren belül négy-négy többen vannak, az már herring party. Tudod-e a LOL-t, hogy egyébként az mit jelent? Nem. Ne! Ezt ne! Ezt az egyet ne! Tehát a legismertebbet még az öregek számára is. Hogy nem tudom? Gyerekek, egy csomó olyan... Mutogat hátul a főnök úr. Halljuk. Én tudom. Mondjál, vagyád! De nem tudod ma, hogy mi az, hogy LOL? Figyeljetek. Vagy előbb mondd el, hogy mire használjuk, hogy azt legalább tudod-e.
Én folyton használom Bálint. Mondd azt valami... Nem, tudod, hogy mire használják? Ja, nem, de azt tudom. Azt mondd, hogy mire használják most. LOL, mekkora gyökér vagy. De mi az, hogy LOL? Hát, hogy vicces. Nagyon igen, vicces, elképesztő. És egy kicsit ilyen fricskásan vicces. Igen. Hogy LOL, de béna vagy. Te Andris. Laughing out loud. Figyeljetek, ez kezd kurcik lenni ez a videó. Tehát az van, hogy egyébként most így elgondolkoztam, hogy volt egy angol szó, amit így nem tudtam így 30 évesen, nem tudom hány éve, amúgy nem tudtam megfejteni. A LOL-nak nem emlékeztem, hogy ez lenne, talán lehet, hogy hallottam, és a meg végképp nem tudom mi a mi a cringe? Hát, hogy ez ilyen ciki. Nem ez a legjobb szó rá. Vérgáz. Nem? Várjunk, tehát, hogy 85 millió youtuber van körül. Értem, hogy ez ilyen kínos. Ez a jó szó rá, köszönjük szépen. Jaszkarizik. Ez is régi. Hát ilyen menőzik, ilyen erősködik. Akkor... Csúlelünk. Morzsázás. Na, morzsázás. Ezt tuti nem használja egyébként senki. Nem tudod mi? Lasztizás. Andrissal összenéztek itt, abból van a probléma. Nem. Morzsát. Hát nekem az jut eszembe, amikor a vidéki lakodalmak után fölkeltünk, és mondta Marika, gyere Bálintka, morzsa parti van együtt meg, és akkor a tegnapi előző napi kaját. De most 30 évvel később vagyunk. Igen. Nem. És a háttérben a bombák. Elapróz. Vegyünk ki, népjes, elapróz. Hát hivatalosan azt jelenti, amikor valakit interneten elkezdesz fűzni, aztán ott hagyod a csába. Micsoda. Ez a morzsázás. Mit jelent amikor... a lasztizás? Na várjátok, ez olyan, mint az a székely lány, aki rám írt. Na, és igen! Azt... Amikor fűzöd netten, aztán... De nem, ő írt rám, csak utána én morzsáztam le. Nem. Mi az, hogy... Na az mi? De ez hát sok kilécius. Ez sok, jó? Ez most mi az, sok. Hogy off? Ez rengeteg. Ez mi az, rengeteg. Hogy off-os? Hát, hogy ezt így... Na ez a téma, ez off-os, úgyhogy ezt hagyjuk is. Mondatba is tudja foglalni, szerintem ez... Bálintnak jár érte pont. Fogalmazunk úgy, hogy megpróbáljam mondatba fogalmazni, ne kelljen kifejteni. Kérek szépen egy utolsót, és utána elmegyek a szobába, és elolvasom a rövidítéseket. Következő szó. Ezt gondolom tudod, meg nem használjuk, de itt van a szótárban. Flexel. Dezső, bent a válasz. Nem. Várjál, még egyszer. Mondd ki még egyszer. Micsoda? Mit mondtál? Azt mondta, hogy szexel. Bálint, hallottam. Szexel. Akkor is Dezső Bence a válasz. A flexel nálad az, hogy szexel? Hát nem. Ezt úgy is tudja, ezt nem kérdezem meg. Úgy van beírva nekem te a tudod? Messengerben, hogy Dezső Flex Bence. Menőzik. Menőzik, nem inkább felvált. Mennyi? Micsoda? Amikor flexelsz valamivel, az aranyakkal, meg ilyenek. A Bencének ebből áll 0-24 órája. Igen, csak ugye a különbség a tanult kolléga izé mögött, a kamera mögött, hogy ugye én annyit töltök veletek időt, hogy én nem nézegetem a videókat pluszba, amire én mindig meg is kapom tőlük, hogy mindig azt, hogy nem nézem, de hát hogy lesül az agyam egyébként is. De azt vágod, viszont... hogy ez benne volt a Budapest második évadában is? Én hallottam, hogy ezt mondogattátok, de fogalmam nem volt, hogy mi láttad egyáltalán a második évadot? Hogy láttad? Láttad egyáltalán? Nem, aztán... akkor ott tudod, miről szól? Ja, igen, ott adik a leírásban. Nem egy képet a Ford Flexről. Igen, az én autóm. Ford Flex. Éljenek a nyugdíjasok, éljen az a nyugdíjas bérlet, ami hamarosan majd rám vár. Köszönöm, hogy hülyére láthatok ebben a videóban. Nézzétek meg inkább az előző videókat, és kövessétek az összes csatornánkat. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. THX. Remélhetőleg a következő videóban Bálint nélkül találkozunk. Kövessétek be Bálintot MSN-en. Meg Ivi-ben. Na puszi.